Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke és Mladen Dinkić pénzügyminiszter csütörtöki találkozójának az volt a célja, hogy enyhítse a feszültséget Újvidék és Belgrád között. A tartományi vezetők szerint Vajdaság a költségvetési törvénymódosítás miatt ezentúl 9 milliárd dinárral kap kevesebbet, mint eddig. A módosítás következtében ezentúl az adóbevételek, nem pedig a teljes költségvetés 7%-a alapján számolják el a Vajdaságot megillető anyagi eszközöket. A törvénymódosítást alkotmányellenesnek vélik a tartományi képviselők, és az Alkotmánybíróság jogorvoslatában bíznak. Bár a sajtónak adott nyilatkozatok alapján sikeresen zárult a két politikus megbeszélése, Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője szerint a csütörtöki találkozó nem hozott komolyabb eredményeket. Két dologról született megállapodás. Az egyik az, hogy a tartományi kormányzat alkotmánybírósági beadványa továbbra is aktuális, amit én jónak tartok, hiszen egyértelmű, hogy a nemrég elfogadott költségvetési rendszerről szóló törvénymódosítás alkotmányellenes. Másrészt pedig arról született megállapodás, hogy valamikor a jövő év első felében meg fog születni a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény a köztársasági parlamentben. Ezt azért nem tartom nagy horderejű bejelentésnek, mert egyrészt az alkotmány értelmében 2008 végéig kellett volna még elfogadni ezt a törvényt. Bojan Pajtić úgy nyilatkozott, hogy a tartomány pénzeléséről szóló új törvényt jövő év közepén fogadja el a köztársasági parlament. Ez azt jelenti, hogy Vajdaság finanszírozása nem rendeződik tartósan a közeljövőben. Mladen Dinkić ezzel szemben úgy nyilatkozott, a tartományt megillető összeg 2013-ban 9,5%-kal lesz magasabb, emellett a tartományi adóbevételből származó részesedés is növekszik. Pásztor Bálint szerint ennek valóságalapja körülbelül egy hónap múlva derül ki, a szerb kormány ugyanis akkor terjeszti a parlament elé a jövő évi költségvetés tervét.